korábban a magyar-svájc meccsre jöttem el, az EB első magyar meccsire, és akint van ez a videó, valószínűleg már tudjátok, hogy hogyan zajlott a meccs, de mi még nagyon izgulunk, most értünk be a stadionba, és nagyon-nagyon várjuk már, de kezdjünk is mindent az elején, kezdve attól, hogy hogyan vettem jegyet, hogy jöttem el ide, milyen itt a hangulat, valószínűleg ez érdekel titeket, és hogy kezdjük is az elején. Jegyet szerezni az Európa-bajnokság magyar meccseire elég nehéz volt, ezért ebben a videóban gyertek el velem Németországba, éljük át a magyar szurkolók által létrehozott elképesztő hangulatot, többek között megmutatom, hogyan vonultunk fel több tízezren Köln utcáin, majd persze a meccset és a hidegrázó szurkolást is a stadionban. De lesz egy rövid városnézés Düsseldorfban és Kölnben, megnézem, hogyan hangolódnak a városok az EB-re, úgyhogy vágjunk is bele, kezdődjön a 2024-es EB kaland. Még egy hét van az EB-ig, és nekem még sem meccsjegyem, se szállásom, se semmim nincsen. Persze, hogy kezdetben az UEFA hivatalos oldalán nem sikerült jegyet vennem, most Facebook csoportokban, tikombon próbálkozok, elég nagyok az árak, tele van üzérekkel, csalókkal, nagyon kell ügyelni, elég reménytelen a helyzet, hogyha ti lássatok ezt a videót, akár tudjátok, hogy nekem sikerült, de én most még nem tudom, hogy tévébe fogom nézni, vagy tényleg kint leszek a meccsen. 3 days later. Szerda délután van, még 3 nap van az EB-ig, és úgy tűnik, hogy végre kaptam egy Facebook csoportban valakitől egy jegyet. Az egész trükk az, hogy én most Bécsben lakom, először mindenképp személyes átvétellel akartam volna megoldani, de erre most nincs idő, úgyhogy kockáztatni fogok, online fogom küldeni a pénzt, és nagyon remélem, hogy megjön a jegy is, de amúgy elküldte a LinkedIn-jét is, nagyon megnéztem, nagyon megbízható, nem fake profil, lássuk mi lesz. A few minutes later. És megvan a jegy a svájci meccsre, nem vertek át, itt van a jegy a telefonomban, most épp arra döbbentem rá, hogy elképesztően nagy árak vannak így utolsó percben, 2 nappal indulás előtt úgy repülőben, mint szállásban Kölnben, de most már valami lesz, úgyhogy megyek. Végül a Kölnhöz közel lévő Düsseldorfba sikerült elfogadható áron repjegyet vennem, és ugyanott foglaltam 2 éjszakára szállást is. EB-jegy megvan, szálloda megvan, és most pedig irány a bécsi reptér. Egy rövid másfél órás repülés után Düsseldorfba értem, és már a reptéről kiérve hatalmas EB-s plakátok fogadtak. Papírjegyet kellett vennem újból, 2 appot is letöltöttem, a 2 helyi hivatalos appot, és egyikben sem lehetett most fizetési módot betenni, egyszerűen lefagy, mikor beírom a kártyát, azt gondolnánk, hogy itt minden működik. A reptérről a 11-es S-bánnal 4 óra alatt már bent is voltam a városban. Mivel most még reggel 11 óra van, a hotel csak 3-kor tudom átvenni, következik egy kisebb városnézés pár óra itt Düsseldorfban. Van pár nagyon szép látnivaló, úgyhogy azokkal kezdjük. Nagyon közel az állomáshoz van a Little Tokyo, azaz Kis Tokyo negyed. Nagyon-nagyon sok japán, de más ázsiai étterem is van. Lehet mindenféle hagyományos sushi tenni, ez itt elég híres Düsseldorfban. Ezután átsétáltam egy vásárló utcán, majd a KU Bogenbe értem, ami egy ultramodern épületkomplexum és bevásárló központ, híres látnivaló is. Itt végre megtaláltam az első EB fanzont is. A magyarok ugye Kölnben fognak játszani, de itt Düsseldorfban is lesznek meccsek, és nagyon készül a város erre. Most itt épp egy fanzone van, ahol meccset lehet majd nézni, és itt pedig egy nagyon-nagyon érdekes játék. Egy ferde focipálya, és lentről rúgsz, vannak kis kapuk, és akkor ha jó rúgsz, akkor egy kis kapuba visszagurul, és az a gól, bárki ingyen kipróbálhatja, úgyhogy készül a város az ebére. Úton útfélen az eurós bannereket, posztereket, plakátokat lehet látni. Na, mi lesz? Te lenne? Jobb dolgom úgysem volt, itt ültem, majd fél órát rúgdostam a kapukat, berúgtam pár gólt is, de most megyek tovább. A sétát a közelben lévő Hofgartenen át folytattam, ami egy nagyon chilles park, itt délelőtt majdnem teljesen üres volt. Felsétáltam a város északi feléig, egészen a Kunstpalaszig, azaz a művészetek palotájáig, most pedig a Rajna partján fogok visszamenni az állomásig, közben át fogok haladni az Óvároson és az Altownon. Most kértem a Rajna partra, innen látszik a híres ikonikus tornya is Düsseldorfnak, a Rheinturm, ott pedig már az Óváros házai,
és ott van a Fun Zone is. A Rajna partján sétálva a Burgplatzhoz értem, itt van a Schloss Turm, egy 13. századból származó vártorony, amiben ma már egy tengerészeti múzeum látogatható meg. De itt van a város fő legnagyobb ebbé Fun Zone-ja is, már most gyülekeztek az emberek az esti meccsre. Beírtam az Altamba is, de itt aztán igazi hangulat van. Az éttermek tele vannak, az emberek hangolódnak a nyitó meccsre, és az utcák és házak is nagyon-nagyon szépek. Ez eddig a kedvenc részem a városból. A düsseldorfi Altstadt a világ leghosszabb bárja néven ismert, ami valójában azt jelenti, hogy az alig fél négyzetkilométeres óvárosban több mint 300 bár, étterem és diszkó van, legtöbbjük egymással szomszédosan helyezkedik el. Ráadásul ezek többsége most tele volt az esti meccsre hangoló szurkolókkal, minden utcán elképesztő hangulat alakult ki. A Karlsplatz Marketben egy hentesbolt burgerezőjében ettem, itt egy nagyszerű hangulatú piac és food court van. Ezután a Königshallén sétáltam át, ami a város híres vásárlóutcája, tele a luxus márkák üzleteivel. Ideértem a hotelhez, átvettem a szobát, a Premier Inn Düsseldorf City Center Hotelt foglaltam le, itt is egyből érezni lehetett az ebéd hangulatot, zászlókkal volt díszítve és kb. Minden vendég focimezben sörözött a bárnál. 200 euróba került két éjszakára reggelivel, hasonlításképpen ebben az árban, Kölnben, itt pár nappal a magyar meccs előtt egy emeletes ágyas, 6 személyes, közös hostel szoba került volna ennyibe. Most pedig alszok egy 3 óra, és utána jön a nyitó meccs nézése, megyek Kölnbe találkozni Péter, és együtt fogjuk nézni, már nagyon várom, de fáradt is vagyok, reggel korán volt a repülő, úgyhogy most jöjjön egy kis alvás. Na hát egy vonattal ideértem Kölnbe, itt is ugyanúgy késnek a vonatok, mint máshol, mint nálunk, bárhol, egy sima 25 perces késéssel értem ide, na de most megyek a Fun Zone-hoz, Péter azt mondta, hogy már fullok, de kintről is lehet látni a nagy vetítőket. Itt már hatalmas a hangulat, mindenhol szurkoló. Alé, alé, alé! Magyarország! Magyarország! Hát a városban hangosabbak a magyar szurkolók, mint a németek. Több helyen is már hatalmas csoportokban összegyűlve szurkolnak, úgyhogy tényleg az a holnapi meccsnek egy jó előjele. Miután hatalmas tömegben találkoztam Péterrel, az este további részében a meccset néztük, a németek nyilván eufórikus hangulatban voltak. De a skótoknak az egy rúgott gól is elég volt, hogy elinduljon az ünneplés. Meccs után visszasétáltam a Kölnyi Hauptbahnhofhoz, és onnan visszavonatoztam Düsseldorfba. Felkeltem, reggeliztem, most pedig a Kárpátián Brigád azt hirdette, hogy a Girlicék 30-nál lesz a magyar szurkolótábornak a találkozása, onnan indulunk a stadion felé, úgyhogy most újból egy 30-40 perces utazás vár rám Kölnbe. Már tegnap este is láthatátok, elképesztően jó volt a hangulat, nagyon-nagyon sok magyar szurkoló van, úgyhogy biztos mond még jobb lesz, menjünk is! Több ezer piros mez között újból meg kellett találnom Pétert, elsősorban azért, hogy adja ide az otthonról hozott saját magyar mezemet is. Szerencsére ez sikerült.
aztán pedig a Carpathian Brigád vezetésével elindultunk Köln utcáin a stadion felé, ez egy 3 kilométeres sétát jelentett, és végig fergeteges hangulat volt. Szavakban nem lehet leírni azt az érzést, azt a hangulatot, amit a felvonuláson átéltünk, hihetetlen volt az egész, tényleg. A folyamatos éneklés, a hangerő egyszerűen elképesztő, videóban elég nehéz átadni. A felvonulás szerintem végig civilizáltan folyt, mindenki a saját csapatunkat biztatta, a helyek közül sokan az ablakokból nézték a több tízezer özönlő magyar szurkolót, akinek épp nem volt magyar zászlója, az a tadzsikisztánit lobogtatta. Volt olyan, aki mindent megtett egy tökéletes fotóért, és olyan is, aki aznap már biztosan nem ment meccsre. Ráadásul találkoztunk az AliExpress-es Dávid Gettával is. Értünk a stadionhoz, elképesztő hangulat, a bejutás a jeggyel nagyon-nagyon smooth volt, egy nagyon jó rendszer ez, hogy így bluetooth-tal odaérsz, hatalmas a sor, nagyon sokan vannak, most megyünk be a stadionba. A kölni Rheinenergie stadion összesen 50 ezer férőhelyes, most az EB 43 ezer volt a max kapacitása, és nyilván teltházra lehetett számítani. Péter a barátnő egy családjától kapott jegyet, ráadásul a Fun First-be, pont a kapu mögé, ők négyen oda mentek. Nekem egy felsőbb szektorba szólt a jegyem, de hamarosan kiderült, hogy nem számított hol ülsz, az egész stadion a magyar szurkolástól zengett, a hangerő felfoghatatlan volt, nem is nagyon tudtam vlogolni, mert semmi nem hallatszódott, mutatom is az egészet.
sajnos az első félidő nem úgy alakult, ahogy azt reméltük, 2-0-ra vezetett Svájc. A stadionban a büféknél mindig hatalmas sor volt, fél liter sör 7 euróba került, még 2-be a repohár, és 6 euróért egy ilyen hotdognak nevezett kenyérbetett wurstot árultak. Normális ropit nem lehetett kapni, csak egy ilyen vegán zöldség chipset, ami végül nem is volt olyan rossz. A második félidőben is biztattuk a csapatot, és végül megszületett az annyira várt magyar gól is. Utána lassan mindannyian elindultunk kifelé a stadionból. A villamoson úgy ültünk, mint a szardiniák, ráadásul légkondi sem volt, két előttünk lévő villamosban meghúzták a vészféket, álltunk egy helyben, és kezdetben még az ajtót sem nyitották ki, hogy leszálljunk. Aztán persze gyalog folytattuk az utunkat, svájci szurkolókkal is találkoztunk, akik amúgy nagyon jó fejek voltak. Az esti meccsekre egy helyi hangulatos kölni kocsmába kötöttünk ki, ahol német szurkolókkal beszéltük meg a csoport továbbjutási lehetőségeit. Ők például a magyarok elleni meccstől aggódtak a legjobban, amit azért jól esett hallani. Épp elmondta a német bácsi, hogy például Münchenben fél litres, egy litres söröket isznak, de annak nincs akkora értelme, 0-2-eseket, és ebben az a jó, hogy mindig friss, mindig hideg, itt jár is valaki vele egy végben, tényleg tiszta jó, egy végben hozzák a kis paracskákat, ez egy hangulatos bár. Aztán gyorsan beugrottunk enni a Five Guys-ba. Végül megittunk még egy utolsó sört együtt, mert Péterék másnap hajnalban már repültek is haza. Nekem csak este volt a repülőm, ezért még volt egy kölni városnézés a tervben, de persze most még vissza kellett mennem a düsseldorfi szállásra. Összességében ez a hotel is tetszett, a reggeli finom volt, nagyon jól aludtam. A kölni városnézést egyenesen itt a kölni katedrálisnál, a Domnál kezdjük, ami amúgy 157 méter magas. Itt van egyből a fő a Hauptbahnhof mellett, és 1880 és 1890 között ez volt a világ legmagasabb épülete, és most is a világ harmadik legmagasabb templom a katedrálisa, és amúgy UNESCO világörökség is. A rossz idő sem állított meg a városnézésben, különösebb cél nélkül bolyongtam Köln utcáin, főleg az óvárosban. A Dómon kívül Köln a 12 bazilikájáról híres, melyek ugyancsak az óvárosban vannak, ezek a 10-13. Századok között épültek román stílusban. De meg lehet látogatni a Lind Csoki Múzeumot, a Német Sport és Olimpia Múzeumot, ezek mellett van egy nem annyira nagy óriáskerék is, én ezeket kívülről csodáltam meg, aztán a Rajna partján visszasétáltam az óvárosba. Körben még itt van idő megnézni a lengyel testvérek meccsét is a hollandokkal, beültem itt egy teraszra, egy bárba, megnézem őket, aztán pedig megyek a reptére és megyek haza, csak sziasztok! Egy életre szóló élmény maradt számomra ez az EB, tényleg még úgyis, hogy nem az utolsó skót meccsen voltam, ami hát valljuk be egy igazi érzelmi hullámvasút volt, de akárhogy, ha bármely EB meccsen voltál, írd meg kommentben, ha tetszett a videó, lájkolj, és iratkozz fel, mert még nagyon sok videó jön a csatornára. Sziasztok, hajrá magyarok!